Az Európai Unió úgy döntött, hogy nem utalja át Ukrajnának a 2022-ben és 2023-ban befagyasztott orosz eszközök befektetéséből származó 5 milliárd eurós bevételt, jelentette a politikó. Ez a pénz az Euroclérben lesz, abban a testületben, amely az orosz központi bank eszközeinek nagy részét birtokolja Európában. Egyfajta biztosításnak tekintik őket az esetleges moszkvai perekkel szemben. A befagyasztott orosz eszközökhöz kapcsolódó 2022-23-as nyereség elkülönül a szokásos üzletmenet során kapott nyereségtől. Ezt a nyereséget nem osztjuk szét a részvényesek között, és mindaddig visszatartjuk, amíg további útmutatást nem kapunk. Áll az Euroklér nyilatkozatában.